meg is érkeztem a legújabb videómmal, amiben karácsonyi ötleteket fogok megosztani veletek. Lényegében gondoltam, hogy külön mondjuk majd, hogy karácsonyi ötletek nőknek, férfiaknak, esetleg kollégáknak, stb. Különböző kategóriákra bontva találunk ki majd dolgokat, és ebben egy nagyon szuper weboldal lesz a segítségünkre. Ez egyáltalán nem reklám, én ezt személyes tapasztalatból szeretném megosztani veletek, mert én magam is nagyon-nagyon-nagyon hasznosnak találom ezt a weboldalt, úgyhogy lényegében ezért is gondoltam, hogy megosztom veletek. És netán, ha van olyan ember köztetek, akiknek nincsen ideje így utána böngészni és egyesével kikeresni a szeretteinek az ajándékötleteket, akkor lehet, hogyha van időtök megnézni ezt a videót, a végére minden szereteteknek összetudtok gyűjteni valamit, és minden, amit meg fogok veletek osztani, annak a linkje be lesz téve a dobozba odalent, szóval, hogyha valami megtetszik, akkor egyből csak lentre kell kattintani a linkre, és közvetlenül ott meg tudjátok vásárolni. Úgyhogy remélem le tudom rövidíteni ezt a stresszes ajándék kitalálás, ajándékvásárlás, ajándékbeszerzés folyamatot, és ezzel is egy kicsi időt tudok nektek spórolni, vagy energiát. Szóval remélem, hogy tetszeni fog a videó, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy mik az én kedvenc karácsony ötleteim, akkor tartsatok velem. Szóval gondoltam, még mielőtt belevágunk a videóba, mutatok nektek valamit, ami igazából pont ide passzol, mert ajándékként szereztem be Adriánnak. Ugye tudjátok, hogy meg szoktam veletek osztani, hogy milyen termékeket tesztelek az Ez Luxury oldaláról, és úgy döntöttem, hogy ez alkalommal egy férfi terméket fogok kipróbálni, csak mert hát nem tudom, hogy egyáltalán vannak-e férfi nézőim, hogyha vannak, akkor üdvözlök mindenkit, uraim. Viszont azt tudom, hogy nagyon sok lány, nő nézőm van, és azoknak valószínűleg vannak párjaik, gyerekeik, fiaik, apukái, testvér, fiú testvérei, nagybátyai, stb. Szóval igazából így az videóval egybevágva gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy az Ez Luxury oldaláról férfi termékeket is lehet rendelni. Ez alkalommal én egy Dior cipőt hoztam megmutatni nektek. Ez a doboz volt, nem én. Csak hogy tisztázzuk. A dobozon belül van egy díszzacskó, szóval ha karácsonyi ajándék, akkor igazából tök menő, mert már ajándékzacskit se kell venni. Ezen kívül a szokásos módon van benne egy porzsák, illetve pár info, számla, kártya, és stb. Minden, ami szokott benne lenni. Szóval ez egy nagyon magas minőségű replika Dior tornacipő, és 46-os méret, azért akkora, mint a felső testem, szó szerint, mert Adrián ilyen nagy lába van, és itt láthatjátok a dizájnt, a Dior szimbólumot, vagy feliratot, akarom én gondolni, hogy ez az. Illetve itt van a kis Dior jel, így néz ki a talpa, és a belső része pedig ilyen egyszerű letisztult, így néz ki hátulról és szemből. Lényegében úgy néz ki, mint egy Converse tornacipő, csak nyilván egy picit különlegesebb. Szóval nagyon tetszett neki, és nagyon örülök, hogy tetszett neki, szóval teli találat lett, és gondoltam, hogy ez érdekes lehet számotokra is, mert nem tudom hányan tudjátok, hogy a férfi termékek is a weboldalon, úgyhogy azokat is tökéletes alkalom, hogy nézegessétek. Kifejezetten, ha magatoknak is szeretnétek rendelni, akkor ezáltal lehet nézelődni igazából a férfi részlegen, a női részlegen egyaránt, és akkor akár egybe le tudni egy karácsonyi ajándékvásárlással, amikor magatoknak vásároltok, úgyhogy gondoltam, hogy megosztom veletek. Na és akkor visszatérve az ajándékötletekhez, igazából én azt szoktam mondani, hogy a lehető legegyszerűbb módja az ajándékválasztásnak az az, hogyha valaki figyelmes. Ezt igazából a karácsony előtti hónapokban is érdemes már alkalmazni, hogy ilyen pici részletekre figyeljen az ember, illetve én azt tapasztalom már most, hogy egyre idősebb vagyok, és egyre idősebbek nyilván az emberek körülöttem is, hogy mindenki egyre jobban az élményeknek örül a tárgyakkal ellentétben. Szóval nekem általában, hogyha ajándékot veszek, és mondjuk ez egy
esetleg egy vacsora, vagy ajándékutalvány, nem is feltétlen kell, hogy velem együtt történjen meg az ajándékozás, tehát hogy nem kell, hogy én menjek feltétlen a eseményre, viszont akár két főre egy vacsora, ez szülőknek esetleg nagyon szuper ajándék lehet, illetve wellness hétvége szülőknek, az is nagyon jó lehet, vagy páros masszázs, az is nagyon szuper lehet. Ezek mind olyan dolgok, amiknek egyszerűen nem tud az ember nem örülni, és valószínűleg nem feltétlen veszi meg magának az ember. Nyilván mindenki elmegy vacsorázni, de az teljesen más, hogyha mondjuk a szülő tudja, hogy ezt a gyermeke vette neki, érezni fogja a törődést, úgyhogy ezek az élmények szerintem mindig a legbiztonságosabb ajándékok, ezt kibővíthetném akár foci meccsjegyekkel, vagy kosármeccsjegyekkel, nem tudom, bármilyen sportra valamilyen jegyek, az is nagyon szuper lehet, vagy akár egy ilyen kisebb költségvetésű program, sorozat, tehát legyen az mondjuk egy vacsora és egy mozi egymás után, és akkor nyilván az ajándékadó dönti el mondjuk, hogy hova mennek, és akkor ezben egyben meglepetés is tud lenni. Szóval én mindig azt mondom, hogy ezek általában a legjobb dolgok, amiket így élményként lehet adni. Viszont ha valaki úgy gondolja, hogy könnyebb valamit venni és átadni fizikálisan, vagy valaki tudja, hogy inkább a fizikális dolgoknak örülnének jobban a szerettei, akkor hozom az ötleteket. Tehát kezdve azzal feljegyeztem ide magamnak. Nem tudom, hallottatok-e már róla, és ahogy említettem, ez nem egy reklám, de a Meska oldala egyszerűen zseniális ajándék szempontjából, ajándék vásárlás szempontjából. Ez ugye egy ilyen hatalmas weboldal, ami ilyen egyéni vállalkozókat gyűjt össze, vagy kisebb cégeket, kisebb-nagyobb cégeket, és egyesével fel vannak téve, úgymond ezek a tételek, amiket ők eladásra kínálnak, és ez nagyon sok kézműves és egyedi terméket jelent, ami nyilván sokkal különlegesebb, mint egy tömeg, nem tudom, nyomtatógép a MediaMarktból. Szóval kezdeném szerintem, hogy mit vegyünk mondjuk férfiaknak. Azt hiszem 2 évvel ezelőtt én apukámnak egy kalapácsot vettem, aminek a szárába, ilyen fa szára van, és a szárába belevésettem, hogy legjobb apa a világon, és akkor az évszámot, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett neki, és ki van rakva otthon a ház falára, úgyhogy hatalmas teli találat lett, és igazából ez szerintem a legjobb ajándék volt, amit én valaha vettem apukámnak. Ő tényleg nagyon nehéz ajándék szempontjából. Szóval ezzel a gondolattal kerestem meg az első terméket, ami egy ilyen egyedi dizájnú mérőszalag. Beteszem ide nektek a képet, hogy láthassátok. Ez lényegében egy tök egyszerű mérőszalag, viszont láthatjátok, hogy itt van egy kis biléta, amiben lehet ilyen személyre szabott üzenetet kérni. Látni fogjátok, hogy lehet dobozzal is rendelni, ez egy ilyen apának szeretettel doboz, és van egy kép arról is, hogy milyen feliratokat lehet kérni, tehát lehet apásat, vagy papásat, akár nagyszülőnek is, és ez nagyon-nagyon cuki, hogyha valakinek az apukája, vagy férje, vagy nagybátyja, vagy nagypapája építési területen dolgozik, de hogyha nem is, akkor is, mert egy mérőszalag mindig hasznos, hogyha van otthon, de nyilván annál különlegesebb, hogyha minél többet használja az ember. Így szerintem ez egy nagyon-nagyon szuper ajándék, és most megmondom az őszintét, hogy ezt itt el is mentem magamnak, és ti nektek is, látni fogjátok a linket odalent, hogyha nektek is tetszik. Egy másik nagyon szuper ajándék apukának, az nem más, mint ez a bögre. Nekünk is van egy ilyen, viszont nekünk egy kávés bögre, hát kinek mi. Ez mondjuk egy sörös korsó, de rá van írva, hogy ha apa nem tudja megjavítani, akkor senki sem tudja. Szerintem ez minden apukánál nagyon reális, úgyhogy ez egy tökéletes ajándék. Ezt lehet, hogy valaki nagyon randomnak fogja gondolni, viszont nekem nagyon tetszett, amikor rátaláltam. Ez egy gázolajos kanna, ami egy minibárként szolgál. Ez lehet akár autóban is hasznos, hogyha valaki autóútra megy, és a helyet, hogy csak úgy random betegyen egy karton sört, italt, stb., a helyet ebbe
tök menő megérkezni egy partira. Ez akár testvérnek is nagyon szuper, vagy apukának. Ebbe, ahogy látjátok a képen, lehet sört tenni, bort, üdítőket, még pohárnak is van hely, és különböző színekben is lehet választani. Szerintem nagyon vicces. És biztos vagyok, hogy tetszene igazából bármilyen férfinak. Még egy termék, ami ismét nagyon tetszett igazából nagyon sok embernek, nem csak férfiaknak, nőknek is, de igazából azt gondolom, talán férfiaknak van egy kis mini kattanásuk a grillel kapcsolatban, úgyhogy ez egy szuper mini összecsukható grillsütő, ami faszénnel működik. Ez véletlen, hogy mennyire könnyen össze lehet csukni és kinyitni egy, nem is tudom, kb. Akkora lehet, mint egy laptop táska, vagy talán még kisebb is, és nagyon szuper áron van. Tökéletes az olyan alkalmakra, amikor valaki szeret kirándulni, vagy túrázni, vagy csak nagyon szeret folyton úton lenni. Igazából a lehetőségek sora végtelen, hogy mennyi mindenre alkalmas lehet egy ilyen, hogyha esetleg egy nagyon szuper kis randit tervez valaki, akkor akár össze lehet vágni a húsikat, bepácolni, vagy a zöldségeket is felvágni kis tupperekbe, betenni a grillt és az ételeket a csomagtartóba, és igazából bárhol egy tökéletes grill camping alakulhat ki. Esküszöm nektek, hogy nagyjából egy hete hozott Adri haza egy ilyen mini összecsukható grillt, és már most tervezzük, hogy hamarosan megyünk a barátainkkal majd túrázni, és a közben mekkora feeling lesz egy gyönyörű kilátásnál az erdőbe csinálni egy kis grillt, úgyhogy szerintem nagyon szuper ötlet. Egy nagyon szuper ajándék hölgyek számára az nem más, mint ez a bakancslista emlékkönyv. Szerintem mindenki nagyon vágyna egy ilyenre, mert rengeteg bakancslistás dolga van az embernek, viszont nem feltétlen írja le az ember. És amúgy higgyétek el, hogy hatalmas élmény kihúzni, vagy kipipálni, vagy feljegyezni, hogy ezt is megtettem, ez is megtörtént, itt is jártam, stb. Úgyhogy ez a napló tökéletes erre. Lehet kérni akár teljesen üresen, hogy maga írja az ember bele, amit szeretne, vagy esetleg képeket ragaszt bele, vagy jegyeket, hogyha esetleg valamilyen rendezvény volt bakancslistám, vagy repülőgép, vagy repülőjegyeket, hogyha helyszínek voltak a bakancslistán. Szerintem ez esetben is nagyon aranyos, de lehet kérni amúgy ilyen instrukciókkal, és már kitöltve, vagyis hogy úgymond kitöltve, hogy vonalak vannak, meg van számozva, van egy kis kocka, hogy ki lehessen pipálni, hogy teljesítve, úgyhogy lehet variálni, és nagyon szuper ára van. Szerintem ez az ajándék ötlet egy nagyon cuki ötlet lehet anyukáknak. Láthatjátok, ez egy családi fali kulcstartó, és szerintem nagyon cuki, hogy szó szerint a neveket is lehet kérni rá, illetve úgymond kislány, nagylány, kisfiú, nagyfiú, apuka, stb. És ez egy nagyon szuper módja annak, hogyha főleg nagy a család, akkor nyilván ne vesszenek el a kulcsok. Amúgy is nagyon cuki, mert hogyha bejössz egybe, lesz látja az ember. Szerintem annak, aki ott lakik is, nagyon cuki emlékeztető a családról. Az első, amikor hazamegy, ezt fogja látni. Illetve szerintem a vendégeknek is nagyon aranyos, hogy látják, hogy mégis miből áll a család. Én hasznos ajándék, és ismét nagyon szuper áron. Van egy ajándékötlet, ami szerintem annyira vicces, hogy olyan szívesen ellőném, viszont nincsen olyan barátnőm, akinek ez most alkalmas lenne, de eszméletlenül vicces. Szóval ez nem más, mint egy álompasi párna, ami lényegében egy párna, és úgy van formálva, hogyha egy férfi mellkas lenne, és egy kar, az elven működve, hogy minden nő szeret elaludni a férfinak a mellkasán, ez a legviccesebb ajándék, amit adhat bárki egy olyan barátnőnek, akinek esetleg nincsen párja, de szeretne, és valószínűleg soha nem kapott még ilyet, és soha nem is fog, úgyhogy ez nagyon vicces, valaki lőj el. Aztán megint egy nagyon random, de szerintem nagyon hasznos ajándék, az nem más, mint ez az InnovaGood elektromos ételhordó. Igazából ez annyira megtetszett, hogy azért is akartam elmondani nektek, mert én magam is nagyon örülnék egy ilyennek, szerintem nagyon jó. Ez lényegében egy ételhordó, ami teljesen elektromos, tehát nem kell mikró se hozzá, hogy felmelegítse az ember, hanem csak egy dugó, amiben bedugod, és elkezd melegedni az étel. Ez tök jó olyan esetekben, hogyha valaki esetleg irodában dolgozik, de nincs kedve elmenni az ebéd részre, vagy nagyon sokan vannak kollégák, és esetleg várni kell a mikróra, mert én már voltam ilyen esetben.
Illetve az is nagyon szuper, ha valaki esetleg olyan munkát végez, ami kinti munka, vagy ilyen építkezésen, felújításon, stb., akkor nem feltétlenül mindig szendvicset kell ebédelni, vagy hideg ételt kell enni, hanem ez tök jó, mert egy dugót azért csak talál az ember építkezésen is, és bedugja, felmelegedik az étel, és akár meleg kosztot is tud enni az illető, úgyhogy szerintem ez nagyon szuper. Ebben az egész videóban amúgy semmilyen, vagyis hát olyan, mint hogyha reklámok lennének, de nem reklámozok, semmit nem beszéltem meg senkivel, hogy ezeket fogom mondani. Viszont én amúgy az ajándékbázis.hu-t is rendszeresen használom. Nagyon szuper csomagjaik vannak, amik nagyon könnyű ajándékok, viszont amikor kinyitja az illető, akkor azt fogja gondolni, hogy nagyon sok gondolat ment ebbe bele ennek a csomagnak az összeállításába, mert szinte olyan random dolgok vannak, hogy nem is gondolná az ember, hogy ezeket így előre meg lehet venni, de ez egy kis hitok, meg lehet venni. Szóval, hogyha valaki ilyet kap közületek, akkor elnézést, lelőttem. Viszont adni nagyon-nagyon szuper, és nagyon könnyű ezeket. Tehát mondjuk itt van egy fröccs láda férfiaknak és nőknek is egyaránt. Gravírozni lehet a ládára, szóval az, hogy születésnapra van kiírva, azt ne is vegyétek figyelembe, mert akár azt is lehet, hogy boldog karácsony, tök mindegy, bármit rá írhattok. Ebben a dobozban például van két pohár, van egy üveg bor, egy szódavíz, kis rákcsák, azt hiszem egy magyar kártya, igen, makuka, úgyhogy tényleg nagyon aranyos, nagyon cuki, és ez egy nagyon kigondolt ajándékcsomag, hogyha valaki szereti a fröccsöt, ez egy biztos választás. Ugyanígy ezzel a határidőnapló csomaggal, ebbe egy határidőnapló van, ami saját borítóval készül, gravírozott golyóstól, ez akár tanároknak, anyukáknak, bárki, aki akár háztartást vezet, nagyon-nagyon szuper ajándék, mert nagyon személyes és hasznos, és ez is egy ilyen átgondolt folyamat, hogy megjelenjen ez a egyedi elkészítésű napló, szóval nagyon értékelni fogja az illető, amikor kap egy ilyet. Illetve szinte az összes csomag, ami itt található, mindegyikre lehet gravíroztatni, ami nagyon-nagyon jó, mert annál személyesebb lehet az ajándék. Van itt egy tokai boros láda nőknek, nem is értem, miért pont nőknek, de lényegében egy üveg bor, egy pohár, Ferrero Rocher van benne, forralt boros láda, ez nagyon tetszik most. Meg is nézem. Tehát ez egy forralt boros láda, amiben van egy kis keksz, gravírozása bögrére, tehát van benne két bögre, illetve a borra is lehet egyedi címkét kérni, és választható borok kétféle bor közül lehet választani. Van még egy forralt boros ízesítésű fűszer. Ez mondjuk egy nagyon cuki ötlet, kifejezetten karácsonyra, tök jól néz ki a doboz, és maga a dobozra is lehet gravírozni, ezen pedig az van, hogy Ilonának lazítós estékre, szerintem ez nagyon cuki. Szerintem mondanom se kell, hogy a fotók eszméletlen, gyönyörű és nagyon szuper ajándékok, legyen bármilyen formában, akár az eredeti módon, csak kinyomtatva a fotók is beletéve egy fotóalbumba, nagyon meghitt és melegítő érzést tud kelteni az emberbe. Mert manapság már nem feltétlen csinálnak az emberek olyat, hogy kinyomtatják a képeket, általában telefonon vagy laptopon vannak ezek meg, viszont teljesen más érzés, amikor leül az ember és elkezdi lapozgatni, vagy esetleg átjön egy kedves barát, vendég, családtag, és úgy nézi meg őket együtt. A karácsony pedig tökéletes alkalom erre, amikor összejön a család, és együtt tudják nézni a fotóalbumokat, úgyhogy akár a lehető legkönnyebb módon kinyomtatva a CV-nél, a DM-be, vagy bármilyen fotó előhívó stúdióban a képeket, és beletenni egy fotóalbumba. Viszont, hogyha valaki egy picit részletesebben akar ebbe belemerülni, és van ideje, amit szán erre, akkor ilyen nagyon szuper fotókönyveket is lehet készíteni. Ez sem reklám, ezt mindig el fogom mondani, viszont gondoltam, megmutatom nektek, mert én imádom őket. Az egyik lényegében egy 2021-es
fotókönyv, lényegében minden, ami ilyen különlegesebb pillanat volt 2021-ben, az ebben található meg, és nagyon aranyos, hogy az utolsó oldalon a pezsgős poharaink, mert itthon szilvesztereztünk, azt írtam ide, hogy 2022, vajon mit tartogat számunkra, és hát akkor még nem tudtam, hogy 2022-ben nem, hogy csak mennyasszony, de feleség is leszek. És ez a következő könyvünk, ami egy picit visszafogottabb a színekben, ilyen fehér aranyszínek vannak végig benne, ami lényegében az eljegyzésünk és a polgári esküvőnknek a könyve. És tényleg alig várom ezt a különleges pillanatot, hogyha egyszer gyerekeink lesznek, akkor megmutassuk ezt majd nekik, vagy unokáink, és ezekre tényleg a lehető legjobban vigyázok, és ha tűzök neki, akkor fognám és vinném. Szó szerint nagyon különlegesek számunkra. Úgyhogy ezeket az érzéseket lehet kelteni valakiben, hogyha fotókat ajándékozik az ember, legyen az akár fotóalbum, ilyen fotókönyv, vagy vászonkép, amit fel lehet tenni a falra. Szerintem nagyon különleges mindegyik esetben. És ha esetleg még mindig nem sikerült ajándékot választani, vagy csak nem tud az ember egy végső döntést hozni, akkor még mindig áll fenn egy olyan opció, hogy valaki csak egy kívánság kupont készít. Én annó a Canva oldalán szerkesztettem, kiírom ezt is nektek ide a képernyőre, a Canva oldalán szerkesztettem egy ilyen kuponfüzetet, lényegében egy A4-es lapra ilyen szagatott vonallal csináltam mezőket, amikre különböző dolgokat írtam. Volt például olyan, hogy egy meghitt randiest, volt olyan, hogy egy moziest, volt olyan, hogy azt nézünk, amit te szeretnél ma este, vagy az a program, amit te szeretnél ma este, illetve volt olyan is, amilyen üres kártya volt, amire csak az volt írva, hogy a te kívánságod, és ez lényegében bármi lehet, akár tárgyi, akár program, akár nem tudom, bármi, hogyha az ember nem tud mit ajándékozni, akkor lehet azt is, hogy ajándékozza a gesztust, hogy megteszi, vagy megveszi, amit szeretne az illető, de anélkül, hogy előre ezt így le kellene beszélni. Szerintem úgy lassan zárjuk le ezt a videót, mert nem érzékelem most így hirtelen, hogy mennyi mindent mondtam, és hogy milyen hosszú lesz ennek a megszerkesztett verziója, de nagyjából így ezek voltak, amik így hirtelen felmerültek, vagy összetalálkoztam a neten ezekkel az oldalakkal, és így egyből az volt, hogy úristen, ez zseniális, ezt meg kell, hogy osszam veletek. Nyilván ezek mellett rengeteg tárgyi termék van, amiket nagyon szuper lehet ajándékba venni és adni, viszont próbáltam egy picit különlegesebb dolgokat felhozni nektek, és olyan dolgokat megosztani veletek, amikre nem feltétlen gondol az ember első körben, viszont annál jobb ajándékok, úgyhogy remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. Hogyha szeretnétek még hasonlót, akkor írjatok kommentben nekem odalent, mindenképpen rajta leszek, hogy készüljön még ilyen, és addig is nagyon-nagyon szép napokat nektek, köszönöm, hogy itt voltatok velem, és alig várom, hogy találkozunk a következő videómban. Sziasztok!